Ez a kétszobás lakács néhány nappal ezelőtt még gazdátlanul üresen állt. A katasztrófa fédelem országos panásnoksága keresett meg minden önkormányzatot, kérve, amennyiben lehetősége van, alakítson ki olyan átmeneti szállásokat, melyek alkalmasak lehetnek az Ukrajnából menekülők befogadására. Bonyhádvárosban összefogás kezdődött a kérés teljesítésére, melynek eredményeként elkészült ez a tíz fő befogadására alkalmas szálláshely. Ezt a lakást tudtuk felajánlani, és nagyon büszke vagyok arra, és nagyon nagy örömmel mutatom meg, és nézetek körül, hogy mi, mi változott itt három nap alatt, mert valóban tényleg csak az üres falak voltak az ingatlanban, és az összes ágy, ágynemű, paplan, a konyhai felszerelések, a bútorzat, minden, amit itt találtok, mint a tárgyak, mint pedig az eszközök, minden, ami, ami a lakásban van. Az részben adományból, részben pedig az önkormányzatnak a, a vásárlásával valósult meg, és nagyon sok felajánlással. Nagyon jó érzés az is, hogy a bonyhádi vállalkozók tényleg az első hívószóra azonnal rendelkezésre álltak, Akár, ha csak egy apró függőről beszélünk, vagy egy, vagy egy konyhai, egy füdőszobai kis bútorról, vagy néhány polcol, mindenki azt tette, ami ezért, és ami a szakmája, és örömmel segítettek, de kaptunk felajánlásként tévét is, amit ahogy látjátok a hátam mögött, sőt nagyon sok olyan eszközt, amit majd a konyában vagy a fülőszobában tudnak majd használni a ide, akiket ide elhelyeznek. A Covid helyzetben az önkormányzat megnyitott egy számlaszámot, melyen a segíteni akadók pénzébeni adományait fogadták. Ez a szám most is életben van, tehát azok, akik ilyen módon kívánnak segíteni, ezek keresztül megtehetik. Az önkormányzatok eddig is koordinálták azt a tevékenységet, amelyel összegyűjtötték az adományokat, juttatták el a határa, vagy akár Kárpátaljára. Bonyhádon is hasonlóképpen működött a segítségnyújtás, viszont most a Covid ideje alatt létrehozott számlaszámot újra aktiválták, ez a Bonyhád összetart számlaszám. Ide lehet eljutatni a pénzbeli adományokat, amelyre szeretnék minden Bonyhádit felkérni, hogy ezzel is segítsük azt a tíz embert, akik majd ide fognak kerülni ebbe a két lakásba. Én magam is így teszek, úgyhogy... Remélem, hogy minél többen tudjuk támogatni az ide érkező menekülteket, annak érdekében, hogy az önkormányzat méltóképpen tudja őket elhelyezni. Úgy tudom, hogy nagyon sokan már így is gyűjtöttek adományokat, sőt eljutották a határa. Az az információ van hivatalosan is felénk, az önkormányzat felé, számomra is, hogy a, a talán a határállomásokon felgyűlölt adomány ott egy darabig elegendő, és miután mi is befogadunk Ukrajnából menekülteket, ezért célszerűnek, látszott, hogy az ő ellátásokra itt hosszabb időre berendezkedve kezdjük meg ezt a fajta gyűjtést, és már érkeztek befizetések erre az adományszámlára, és azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak még a jövőben is segíteni, hiszen nem tudhatjuk, hogy néhány hétről vagy akár hónapról van szó, és az is lehet, hogy lesz közöttük olyan, aki ideérkezik, aki úgy dönt, hogy soha többé nem megy el, és nem megy vissza az eredeti hazájába, és itt keres új életet, új munkát. Potápiát János Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkártól, nem egy -e kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta: Olyan összefogást tapasztalható országszerte, mely példaértékű, hiszen mellőz mindenféle politikai hovatartozásból eredő ellenállást. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy olyan nemzeti összefogásnak lehetünk a tanúi, amelyre évtizedek óta nem volt példa, és ez egy jó érzés. Jó érzés látni azt, hogy Különbözőek vagyunk mi magyarok, különböző véleményünk van egyes dolgokról, lehet, hogy sokszor a politikai szembenállás és jellemez bennünket, ennek ellenére a bajban összefogunk, és most ilyenről van szó, egy nagy nemzeti összefogásnak lehetünk a, a tanúi. A most kialakított szálláshelyeket várhatóan a jövő hét elején már elfoglalhatják új lakóik.